Zárjuk le ezt a kört, de akkor kivel is folytatjuk? Arisztid már fölvezette többször, hogy egy pici programváltozásunk is volt. Hogyan folytatjuk? Légy szíves, Arisztid, akkor gyere, konferálj fel a következő előadóinkat. Hát azt hiszem, hogy érdekes módon akkor járunk el a legkorrektebben, hogy olyan előadót konferálok föl, aki nem fog előadni. Sajnos a barátainknak már többeknek feltűnt, hogy a következő napirendnek a bemutatóját Dicsendéri Frank Maria mellett Fenyvesi Viktória vezetné, aki a jelenlegi konferenciának gyakorlatilag a motorja, főszakmai szervezője volt, de Vikit sajnos a Covid elég súlyosan érintette. Mindazt, amit az elmúlt napokban sokan kaptak levelet és láttak kommunikációt, egyfajta munkaterápiaként végzi Viki, aki 9. hete van már karanténban otthon, és nem mozdulhat ki. Azt reméltük, hogy lesz elég ereje arra, hogy bejelentkezzen majd a mai napra, de nem így lett. Jó, szorítsunk érte mindannyian, és mehetnek neki a jó kívánságok, hogy minél hamarabb fölgyógyuljon, és újra közöttünk lehessen. Így aztán úgy készültünk föl, hogy Marian, illetve később került volna sor, de így összehoztuk szép kerekre és egyre a programnak, illetve az előző képzésnek a bemutatását, és Marian mellett Ola Edit fogja nekünk bemutatni a korábbi projektelemeknek az eredményeit, illetve a képzésnek az eredményeit. Marian nekem nehéz bemutatni, nyilván a névből adódóan is rájöttek sokan, hogy a feleségemről van szó, de ami mondjuk a szakmai pályája szempontjából különösen fontos. Egyrészt ő a Flott Közösségi Gazdaság és Társadalmi Fejlesztési Központnak az ügyvezetője, az irányításának a vezetője. Ellendően ezt viszonylag kevesen tudják róla, hogy HR szakember, szociális gazdaság szakértő, fejlesztéspolitikával foglalkozik, és természetesen nagyon sokat dolgozik a települések fejlesztése területén. Fiatalokkal foglalkozik, trénerként, felnőtt képzési szakemberként dolgozik, alapvetően a települési munka támogatása szintjén. Editről sok mindent tudtam. Már eddig is. Tudtam, hogy kiváló közművelődési szakember, közművelődési szakértő. Tudtam azt, hogy a megyének ő a kulturális koordinátora, a Nemzeti Művelődési Intézetből, egyáltalán a kultúra területéről találkoztunk sokat, ismertem a munkásságát. Ami váratlanul ért, és nem tudtam, ez tegnap derült ki, amikor egy komoly írása akadt a kezembe, amit nagy élvezettel olvastam, hogy erdőpedagógus. És szerintem ez a környezeti szemlélet, egyáltalán az erőforrásoknak az a szemlélet, amit ebben a tanulmányában olvastam, ez is meghatározóan hozzájárulhat ahhoz a szemlélethez, ahogy a települést és a településen élőket, ahogy a környezetet és az emberi erőforrásokat megközelíti. Érdekes beszélgetés alakult ki ebből is, és azt gondolom, hogy ez a fajta meggyőződése, megközelítése benne lesz a következő beszélgetésben is. Marian, Edit, titeket szeretnélek kérni, hogy mutassátok be a vonzó helyet teremtünk névre hallgató korábbi településvezetői tréningnek az eredményeit és műhelynek az eredményeit. Jó, én most csak egy nagyon rövid felvezető szakaszt szeretnék tenni, ugyanis Edittel összedolgozva úgy alakítottuk ki az előadást, hogy az első részében Edit röviden elmondaná, hogy milyen az a program, amelynek keretében nem csak a képzést, hanem ezt a konferenciát, és majd még a jövőbeni workshopokat is szervezhetjük, illetve utána képet szeretnék adni arról, hogy a tavaszi, az első járvány utáni, járványügyi helyzet utáni
képzésnek milyen eredményei születtek, és hogy azóta milyen kapcsolódások, milyen együttműködések vannak kialakulóban. És akkor át is adom Editnek a szót. Köszönöm a lehetőséget, és igyekszem Vikit egy picit pótolni. Bár én nyilván egy kicsit más szemlélettel nézem, én legelőször is szeretném megköszönni, hogy most is folyamatosan 80, 50, 60 fő követi ezeket az előadásokat, ami valóban azt jelenti, hogy érdekli önöket, érdekel benneteket ez a téma, és hogy van értelme annak, hogy dolgozunk ezen a közösségen, és hogy a települési közösségek mellett, igenis itt Bács-Kiskun megyében, megyei közösség is, és megyei trend is igenis működik és elindult, és ugye ennek az alátámasztására, anyagi megtámogatására, ugye a Top 5-3-2-ben, két projektben is elindítottuk már ezeket a folyamatokat, és januártól még tovább dolgozunk egészen 22 végéig, ami azt jelenti, hogy nyilván nagyon sok program megvalósult már, és még nagyon sok lehetőség van ebben a programban, és ezt azért is szeretném itt hangsúlyozni, hogy bármelyik munkatársunkat keresik, hozzánk fordulnak, akkor biztos, hogy ötleten kívül akár kézzelfogható segítséggel is tudjuk önöket támogatni. Ha közösségről, vagy településfejlesztésről van szó, hiszen a célkitűzés az itt megyei szinten is az, hogy a megyei identitást kialakítsuk, megerősítsük, és különös tekintettel természetesen a fiatalokat szeretnénk megfogni, megtartani, itt tartani, hogy ne vándoroljanak el, hanem igenis innovatív ötleteikkel fejleszik a településeket, településüket, és ha már beledolgoznák magukat, akkor nyilván ott maradnak. Ehhez szükség van az aktív közösségi életre, amire itt úgy gondolom, hogy már a mai napon is kaphattak jó ötleteket, inspirációkat, illetve hogy a civil kezdeményezőkészség tovább erősödjön, amihez szintén itt a bejelentkező regisztrálók közül láthattam, tapasztalhattam, hogy sok-sok településvezető mellett civil egyesületeknek a vezetői, közművelődési szakemberek is bejelentkeztek, akiknek a munkája pont az, hogy ezeket a közösségeket erősítsék és dolgozzanak rajta, és hogy néhány programelemet villantanék fel azért, hogy ötletet is lophassanak, illetve hogy bekapcsolódhassanak, hiszen az előbb ezt már hallottuk, hogy ötletet lehet és kell is lopni, és erre úgy gondolom, hogy ebben a projektben is rengeteg lehetőség van, hogy összedolgozzunk ebben. Hiszen a megyei értékgyűjtés, amiről Dóri Évi beszél, az ebben a programban is nagyon aktívan dolgozunk rajta. Célunk, hogy több mint 100 új érték bekerülhessen a megyei értéktárba, de ehhez szükség van a településekre, hogy akár a meglévő települési értéktárak újraéledjenek, megerősödjenek, folytassák a munkájukat, akár újak alakuljanak, ebben is nyilván forduljanak hozzánk, hiszen sokszor kicsit nehézkesnek tűnik az értéknek az értéké nyilvánítása, de érdemes ezt a fáradtságot belevinni, hiszen akkor valóban értékké válik, megbecsüljük, ha már megdolgoztunk érte, és a kiválasztás, illetve az ügynek a végigvitelére itt vagyunk mi, hogy akár segítsük, támogassuk önöket. Képzések, konferenciák és workshopok, ebben vagyunk most. Marian hamarosan beszél a tréningről, ami már megvalósult. Most itt vagyunk a konferenciában, és még az elkövetkezendő két évben több workshop műhely munkára lesz lehetőség, ahol kisebb csoportokban remélem már személyesen dolgozhatunk együtt, hogy ezeket az innovatív ötleteket tovább vigyük. Mese és legendás könyv. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon különleges ötlet és lehetőség, amiben szintén érdemes akár egy kis településen is tovább gondolkodni, hiszen két-két kötet mesekönyv és legendás könyv van megjelenés alatt. Még az utolsó pillanatok vannak a gyűjtésben, úgyhogy ha valaki még most itt
esetleg nem hallott még erről, hogy van egy ilyen lehetőség, még néhány napig várunk történeteket, hiszen már az első kötet megszületett, most íródik a második kötet, amiben a megyének a történeteit szeretném bemutatni, pont azért, hogy ez a fiatalokhoz, illetve általában a lakosokhoz, ha eljut, akkor igenis olyan sajátunká válik, és szeretni fogjuk nagyon szép grafikákkal, egy igényes, különleges megjelenéssel. És azt hiszem, hogy ez is egy kicsit újszerű, bár nyilván nem egyedi, hogy társasjátékok készülnek. Két társasjáték is készül, az egyik egy kicsit kisebbeknek, a másik nagyobbaknak. Kimondottam például a természeti értékeinket bemutatva, megismerve, ami úgy gondolom, hogy ha elkerül a megyén kívül, akkor is érdekes, de itt megyén belül is újdonságokat is jelenthet, a kolontóról például. Nyári napközis táborainkat is pont azért szervezzük, hogy a gyerekek, fiatalok megismerjék a megye értékeit, hogy erősítsék a helyi települési identitásokat, hogy megismerjék a települési értékeket közös játékokkal, memóriajátékkal, színezővel, sétával, beszélgetéssel, akár a tájház meglátogatásával. Közösségi sporteseményeknek is fontos célja, hogy a saját települési közösségéből közösen vegyenek részt akár egyes sportrendezvényen, és hogy az egész megyébe látogassák meg ezeket a sporteseményeket, gyalogoljanak, fussanak, kerékpározzanak úgy, hogy közben megismernek egy szép erdőt vagy egy sétaútvonalat. Gyűjtünk motívumokat, szecessziós, népi épület motívumokat, amik később majd egy divatbemutatón fognak újra életre kelni. Ez is egy nagyon izgalmas gondolat. Ez sem teljesen új már, de szeretnénk ezt is egy új szemlélettel, új megközelítéssel. Erről is mutatott már Évi példát. A 3D nyomtatás és képzés is azt hiszem, hogy a fiataloknak egy nagyon jó lehetőség. Azért már ez a képzés elindult, és kint vannak már a nyomtatók néhány településen, iskolába, bár sajnos ez is most kicsit nehézkes, de az látható, hogy ez, erre vevők a fiatalok, ez igenis érdekes, és hogy hogy lehet ebbe belevinni a helyi identitást. Például leprogramozzák a településnek a címerét, vagy egy szép települési motívumot, hímzés motívumot. Természetesen ez mellett sok minden, bármit is lehet, de ezzel a kettő összekapcsolódik, a fiatalos innováció és a hagyomány. Az élményfűzér és a termékkosár Bács-Kiskun megyének a mezőgazdasági erejét szeretné helyére tenni, hogy igenis nagyon értékes biogazdaságok, helyi termékek vannak, hogy ezeket hogyan tudjuk helyben is erősíteni, illetve akár országos szinten ismertebbé tenni, és a látnivalókat olyan módon bemutatni, hogy érdemes legyen a turistáknak is idejönni, és ezzel akár a turisztikát is erősíteni. Közösségi találkozókon fogjuk az elkövetkezendő két évben bemutatni ezeket az eredményeket, hogy kézbe vehessék a könyvet, a társasjátékot, beszélgethessünk arról, hogy milyen ötletek vannak, akár a megyei értékeket bemutatni. És a megyei értéknapok egy olyan nagy rendezvény évente, ami összehívja a járásokat, a településeken, és egymásnak, az ottani helyi résztvevőknek mutatja be azt, hogy milyen értékek, milyen gasztronómiai értékek, viselet, tánc, zene található itt a megyében. Úgy gondolom, hogy érdemes bekapcsolódni, hogy ötletet lopjanak, hogy társak legyünk, és együtt dolgozhassunk tovább, és visszaadom Mariannak a szót. Köszönöm szépen. Én pedig köszönöm Editnek a bemutatást, a program bemutatását. Azt gondolom, hogy így az eddigi tevékenységek is nagyon széles körűek voltak, és ezután következők is még jó sok munkát
kutatási lehetőséget adnak a projektbe. És visszatérve a képzéshez, ami ugye egy elég érdekes módon, hibrid módon valósult meg a tavasszal, tehát részben online, részben pedig személyes jelenléttel sikerült megvalósítani. Amit hoztam, az az, hogy mégis voltak ennek a képzésnek az alapvetései, honnan indultunk el. Ezt a három fő alapvetést szeretném bemutatni. Ugye az egyik a településeink tudatos és tervszerű átalakítása nélkül nem tudjuk megválaszolni a környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásokat, nem tudunk válaszokat adni rá másképpen. Ami nagyon fontos, hogy ezek az alapvetések, ezek a képzés folyamán végig fölmerültek, és a képzés végére azt mondtuk, hogy igen, ezek megállják a helyüket, tehát nagyon fontos a tudatos és tervszerű átalakítás. A következő alapvetés az az volt, hogy hosszú távon, időszakokon átívelően kell, illetve települési konszenzus alapuló stratégiai tervezéssel kell folytatnunk a munkát, amelyre itt előző előadónktól, Bélától kaptunk iránymutatást, és hogy ugye nem feltétlenül mindig a stratégia fontos. Éppen ezért tartottuk fontosnak végig a képzés ideje alatt azt mondani, hogy vagy azt a szemünk előtt, hogy ha stratégiát készítünk, akkor ez közösségi módon a lakosság által elfogadottan kell megvalósítani. És a harmadik ilyen alapvetés az pedig, hogy minden településnek kulcs szerepe van a Magyarországnak a fejlődésében, tehát hazánknak a demográfiai és minden egyéb kihívásra való válaszra való alakításában. Ezért nagyon fontos, hogy elérjék azokat az eszközöket, megkapják azokat az eszközöket, és elsajátítsák azokat a módszereket, amelyek már bizonyítottan előbbre viszik az ügyet, előbbre viszik a településeket, sikeres településfejlesztést hoznak. És röviden a szakmai programról, 5 fő témakörrel indultunk. Első körben a globális kihívásokat néztük meg, azoknak a településekre gyakorolt hatásait, és erről műhelyben is beszélgettünk a későbbiekben, hogy mindezeket a hatásokat hogyan érzékeljük a településeinken. Beszéltünk az önkormányzatoknak a feladatairól, a tudatos településfejlesztésről, a település vezetéséről, a jó vezetésről, illetve a közösségi vezetésről, amiről már Arisztid beszélt, hogy ez a co-governance nevű kifejezés, hogy ez hogyan valósul meg, és beszéltünk egy témakörben a közösségi tervezésről, annak folyamatáról, annak lépéseiről, hogyan lehet ezt települési szinten minél szélesebb nyilvánossággal, a lakosság minél nagyobb arányú bevonásával megvalósítani. Tényleg csak néhány ilyen dolog, hogy milyen szakértők vettek részt. Hoztunk jó gyakorlatokat, jó példákat. Az első, amit így kiemelnék, hogy itt volt Orbán Árpád, Székelyudvarhelynek az alpolgármestere, aki a Székelygyümölcs programról és a gyógynövényes programjukról beszélt, ami már hosszú évek folyamatának az eredménye. Beszélt arról, hogy milyen sikereik vannak, és milyen kudarcokon mentek keresztül az elmúlt évek során. De hallottunk megyei településekről, például Érsekcsanád példájáról, bekapcsolódott online előadóként Békés megyéből a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől előadó, aki elmondta, hogy hogyan lehet a hagyományokon keresztül a közösségfejlesztésnek az eszközrendszerét használni.
És még volt számos érdekes előadás, egyet talán még kiemelnék dr. Tóth Pál professzort, aki nemzetközi kitekintésben beszélt arról, hogy, hogy hogyan lehet mindezen területen, főleg a kommunikáció segítségével előbbre menni. Röviden így ennyit a megvalósult programról, a szakértőkről. És néhány slide igazán csak arról, hogy mivel is foglalkoztunk, tehát hogy mik azok a trendek a településfejlesztésben, amelyek elkerülhetetlenek, hogy valamilyen módon foglalkozunk velük. Ilyen a demográfiai környezet változása, a globalizáció, a globalizációnak a folyamata, annak része, illetve maga a globalizációnak az egésze, a természeti környezetnek a változásai és annak azzal kapcsolatosan kialakuló veszélyforrások, illetve a digitalizáció. Ezekből a trendekből, vagy ezekből a témakörökből szintén szó volt a műhelyeken is. Aztán hallottuk Dóri Évától nagyon részletesen a helyi értékekről, az értékőrzésről, mit jelent, mi az érték egy településen, és annak milyen formái vannak, hogyan jelenik meg a hagyomány a településen, milyen szerepe van a hagyományoknak, hogyan tudja segíteni az értékőrzés, hogyan alakítja a helyi identitás és kohéziónak a fejlődését, erősödését, milyen nemzeti érték szakterületi kategóriák vannak, ez egy különösen érdekes dolog volt számunkra, mert ilyen összeszedettségben, ahogy ezt hallottuk, nem nagyon láttuk még ezt a kategorizálást. És a települési és megyei értéktárakról volt szó még, amit szintén egy műhelyben feldolgoztunk, rengeteg helyi települési érték került föl, amelyről egymás között még nem tudtunk, vagy nem hallottunk. Nagyon fontos információk voltak ezek. És akkor az előbb említettem Orbán Árpádnak az előadását, ugye ez a gyógynövénykert és a Székely Gyümölcs Program. Orbán Árpéknak a munkáját több mint lassan két évtizede tudjuk követni, barátság alapján és szakmai együttműködés alapon is, és hogy igazán azt kell mondanunk, hogy ahhoz, amit most elértek és fel tudnak mutatni, ahhoz legalább egy 10 éves fejlesztési folyamat kellett, amit a székelyföldi vagy udvarhelyszéki települések környékén végeztek. És akkor így a végére érve egy első napon egy műhely munkánk volt, a második napon három csoportban dolgoztunk, volt ugye személyes csoportok és voltak online műhelycsoportok. Ezeknek a témái, ahogy mondtam, illeszkedtek az előadásoknak a témáihoz. És ami nagyon-nagyon fontos az az, hogy a települési vezetők műhelyéről hoztam egy kiemelést, hogy mik hangzottak el ott. Igazán én nem olvasnám föl ezeket, látják a nézők és hallgatók. Amivel kiegészíteném, az Kézi Bélának a most elhangzott előadásából, ezt nem írtuk föl, hogy a bátorság. Tehát, hogy mindazokon túl, hogy milyen nehézségekkel szembesülünk, ugye elhangzott nagyon sok olyan dolog, hogy fantasztikus sikereket érnek el települések, mindezeket jó látni, de a hétköznapoknak a konfliktusai, az érdekkülönbségek, a helyi meg nem értések nem segítik ezt a fajta munkát, és hogy az ember eljön egy ilyen képzésre vagy konferenciára, ahol hallja más településeknek a sikereit, és utána visszatér a maga valóságában, maga nehéz helyzetébe, és a mindennapi
kötelezettségek, tevékenységek nem segítik azt, hogy ezekben a kérdésekben tovább gondolkodjunk. És nyilván erről volt szó, hogy ez hogyan lehet, hogyan lépjünk ki ebből, hogyan tudjunk mindezeken gondolkodni, és ezt egészíteném ki azzal, hogy is szükséges hozzá a bátorság is, nem csak a közös gondolkodás, a közös tapasztalatok megosztása, hanem az, hogy neki ismerjünk indulni egy ilyen folyamatnak. És szintén elhangzott Bélától az is, hogy ez egy nagyon nagy energia befektetés, tehát hogy sok munkával járó folyamat. És összegzésként azt elmondanám, hogy a résztvevő polgármesterek, intézményvezetők, szakemberek a képzés végén elmondták azt, hogy mennyire jó egy-egy ilyen képzési program, találkozási pont, ahol egyrészt megtapasztaljuk azt, megtapasztalja mindenki azt, hogy nincs egyedül, hogy máshol is hasonló problémákkal küzdenek, hogy van kivel megosztani, és van kitől ötletet lopni, vagy más szóval tanulni, és jó lenne ezeket a már sikeres folyamatokat úgy látni, hogy esetleg írásban vannak, hogy tanulhassanak belőle a környező települések, vagy az együttműködő személyek, településvezetők. Jó, tehát hogy az hangzott el tulajdonképpen, hogy nagyon-nagyon sok minden volt ezen a képzésen, még talán túl sok is, tehát volt olyan visszhangja, hogy rengeteg mindent kaptunk, amit még kell, hogy idő, hogy átgondoljunk. És ugye ehhez jön majd még, amiről beszélt Edith, hogy lesz lehetőség még közösen gondolkodni, találkozni, együttműködéseket indítani, ez pedig a workshopok idején lehetséges majd. Jó, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor Balázsnak átadom a szót. Ne is menj el szíre, Marian, tehát hogy az első kérdések hozzád érkeznének majd. Több előadásban szerepelt, hogy első lépés lehet valami képzés, egy ilyen, aminek van egy kicsit ilyen gondolkodásformáló szerepe is. Kérdés volt az, hogy milyen tapasztalataitok vannak, kik kopogtatnak, kik jöhetnek, kivel lehet találkozni, vagy akár a képzés során tudják-e egymást erőforrásként használni a résztvevők. Erről a tapasztalatról tudnál a hallgatóinknak pár dolgot mondani, és még mielőtt belekezdeném. Többször nem adtunk visszajelzést, hányan is vagyunk. Most körülbelül olyan 60-an vagyunk még együtt. Nagyon köszönjük a résztvételt, tehát hogy ekkora közösség, aki most hallgat minket. Köszönöm szépen különösen, hogy így ennyien visszajöttek az ebédszünetet követően. Alapvetően arra utalnék vissza, amit Béla mondott, hogy kell egyfajta elköteleződés, egy vezetői elköteleződés. Tehát azok, akik elindulnak ezen a folyamaton, azok döntést hoznak abban első körben önmagukban, majd akár a település vezetésével közösen, hogy elindulnak egy olyan folyamatban, ami hosszú távra segíti a tervezést, és ezeket az eszközöket megpróbálja használni. Jó, tehát, hogy ez az első, amikor, hogy hogyan is kopogtatnak, tehát az első döntés, ami megszületik egy képviselő testületben, egy szervezet vezetésében. Oké, köszönöm. Nagyon izgalmas az is, hogy többször beszéltek hosszú távról, te is említettél, hogy van, akit már több évtizede követtek, és bátornak kell lenni. Úgyhogy időben pontosan meg tudnánk mondani, mi lehet az a stratégiai idő, ami, ha ma valaki elkezd tervezni, érdemes. Van-e javasolt küszöbötök így szakértőként? Van, aki ezzel kopogtatott kérdésként? Azt szoktuk mondani településfejlesztésben, de szervezetfejlesztésben is,
hogyha stratégiai tervezést végzünk, akkor érdemes 20-30 éves időtávban, tehát hosszú távra tervezni. Nyilván hosszú távra az ember nem tud konkrét lépéseket meghatározni, de azt meg kell határoznunk, hogy hogyan képzeljük el annak a településnek, vagy szervezetnek a jövőjét 20 év múlva. Hol lesz ez a szervezet, milyen környezetben van, milyen ereje van, mire van hatással. Hogyha ezt a képet látjuk, ez egy álomkép. Például egy településről, hogy sok gyerekünk lesz, teli van az óvodánk, babakocsis kismamák tologatják a gyerekeiket a településnek a főterén, és gazdaságilag, mint társadalmilag egy nagyon helyén való település. Ez egy álomkép. A tervezés során azt próbáljuk lépésekkel megtervezni, hogy hogyan jutunk el oda, és nyilván konkrétan tervezni, tehát igazán cselekvési tervet készíteni egy-két évre tudunk. Hiszen az, ami belátható, amit előre konkrétan meg tudunk tervezni, forrásokat tudunk hozzátenni, a többi pedig, ahogy haladunk előre időben, mindig érdemes a stratégiát felülvizsgálni, hol tartunk most, hova jutottunk eddig, és újra és újra az újabb cselekvési terveket, forrástérképeket meg kell tervezni ahhoz, hogy arra bizonyos 20 év múlvára el tudjunk jutni. Nem lehetetlen, azért van már néhány olyan település, aki második ciklusos stratégiai tervezését végzi, de 10-15 éves távlatban már elért valahova, és egy újabb tervezési ciklust indítottál. Köszönjük szépen! Köszönöm, Marian, az előadást, vagy ezt a második részt, mert ugye a stafétát Erittől vetted át, és Olaj Erittet egy kicsit visszacsalnám. Mert hogy a megyei én úgy látom, hogy ilyen katalizátor szerepben lenni egy ilyen folyamatban, tud segíteni akár a megyén belül akár, hogy kerüljenek egymással kapcsolatban, jó mintákat nézni. Lehet-e kopogtatni, és hogyha ha igen, akkor hogyan? Vagy van-e erre jó gyakorlat, ami már bevált itt megyén belül, és segíthet a településeknek, akik ma kezdenének bele jó példák megnézésében? Hát az önkormányzatnak összességében a települések általános segítése a célja, ez nem is kérdés, és polgármester vagy települési munkatárs itt van, az azt hiszem, ez nem kérdés, hiszen a pályázatok koordinálásától rengeteg feladatban segít, és látja el, akár ötletekkel, akár ugye konkrét pályázatírással, de nyilván ugye inkább egy másik téma, és abban, hogy ötletekkel hogy tudunk segíteni, ahhoz is több pályázat és többféle projekt segít, hiszen itt ez az identitás erősítő program, és ilyen elemekből is összeáll. Például a mezőgazdasági programot, amikor úgymond felépítettünk, akkor az interjúk és a gazdaságok meglátogatása egymás mellett párhuzamosan haladt, sőt, megyén kívül másik jó példát is meglátogattak, közel 30 gazda, úgyhogy van ilyenre is példa, másik projektekben is volt több ilyen úgynevezett látóút, vagy tanulmányút, tapasztalati út, ami ebben segített, és azt hiszem, hogy nyugodtan kopogtassanak akár településvezetők, akár közösségi szakemberek, hiszen reméljük, hogy egyszer feloldódik ez az utazási tilalom, látogatási tilalom, találkozhatunk, és lesz arra lehetőség, hogy együtt meglátogassunk jó példákat. Volt is erre már többször terv, hogy megyén kívül látogassunk akár egészen Zalaig, ahol energiatudatos település van, ugye akár Alsó-Mocsolán is jó példa ilyen különleges, úgymond különleges település fejlesztésre, és remélem, hogy eljutunk oda együtt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen akkor még egyszer Liczeni Fram Marian és Ola Edit előadását. Szerintem egy izgalmas délelőtön és kora délutánon vagyunk túl. Alelnök úrral elindultunk a megyéből egy utazásra, bejártuk Pécs környékét,
Borsodot, Baranyát, hallottunk Somogyból példákat, aztán kitekinthettünk a nagyvilágba. Az ő előadásukkal meg megint visszatértünk, vagy egy kicsit hazaértünk. Ide Bács-Kiskun megyébe helyi tapasztalatokat lehetett hallani. Megköszönjük mindenki figyelmét, meg eddigi részvételét.